meg a járása, meg a csípőjének a ringása. Szalai Ádám az elmúlt időszakban nem volt olyan fürge a focipályán, mint tegnap a mérkőzés utáni ünnepléskor. A jól ismert lakodalmas nótára ugrált a csapat. Így mulattak a győztesek. Király Gábor szürke mackó alsója, habár piszkos volt már, de táncolni lehetett benne. Sőt, úgy tűnik a pezsgő sem ártott a Plazma TV-nek. A magyar csapat nem akármilyen haditettet hajtott végre. 44 év után jutott ki az EB-re, és 30 év után lehet ott nemzetközi nagy tornán. A játékosok többsége még nem is élt akkor, amikor a Mezei György által vezetett csapat 1986-ban 10-et rúgott Salvadornak. Az ünneplés később egy budapesti bárban is folytatódott, ahol Szalai Ádám ez a szurkolói felvétel alapján nem akármilyen módon mondott köszönetet a szurkolóknak. Azért, amiért most itt álltok, mindenki ígyom meg egy pálinkát, és reggel ételőt senki sem menne ágyba! Azt nem tudni, hogy a szurkolók valóban betartották ki a csatár kérését, és olyan keményen állták ki a sarat, mint a magyar csapat a pótselejtezőben.